végtelen út felhőkön túl. Egy kéz megérint az égben. Nincs olyan élmény, ehhez hasonló. Lelassult mozgás mindig nagyon jó. Az éjszaka elfáradt tépet szárnyaival, túl messze mentél, nincs vissza. Amióta csatlakoztak a DX-enhez, minden szemináriumban részt vettek, kettő kivételével, amiről ugye igazoltan hiányoztak, legalábbis ezt az információt kaptak. 2012. márciusában az esküvőjük napja esett egy a rendezvény időpontjában. Idén márciusban pedig Ausztráliában voltak, jó messze a szemináriumtól. Elsősorban online építik a hálózatokat, már 8 országból vannak csapattársaik. Mottójuk: igyekezz úgy élni, ahogy gondolkodsz, különben előbb-utóbb úgy fogsz gondolkodni, ahogy élsz. Fogadjátok őket szeretettel! Nem könnyű vali után szóhoz jönni, ahogy Zoli mondja, itt benedvesítettem az inge felső részét. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Legelsőnek hadd mondjam, hogy mi nagyon szeretjük tényleg a szemináriumokat. Mindenkinek nagyon javasoljuk, hogy jöjjön, amikor csak tud. És amikor feljön valaki ide és elmondja a történetét, azt meg különösen szeretjük hallani. Számunkra nagyon tanulságos. És amikor ide áll valaki, mindig találgatjuk egymás között, hogy vajon kinek a csapatába tartozik. Ezért hátra van köztetek is olyan, aki nem tudja, elmondom az aktív szponzorvonalunkat. Falagúni Keserű Judit és Falagó István. Orsi László. Gratuláltatok nekünk a címhez is, meg valami videóhoz is. Itt van fenn a QR kódja annak, aki még nem látta és szeretné, amíg beszélünk, rajzoljátok le az oszkás küldetet. Amikor színházi munkát ezelőtt Judit a szponzorunk kérdezte, hogy készülünk-e egy imád beszédre és izgulunk-e, akkor Zoli azt mondta, hogy hát nekem könnyű, mert én korábban trénerként működtem, úgyhogy hozzászoktam, hogy emberek előtt beszéljek. Hát ez nincs így. 15 embernek megtartani akár egy hétnapos tréninget sokkal könnyebb, mint ennyi szemfárra szembenézni, mint a lányom, hogy itt vagytok. Ráadásul én olyan tréneriskolában jártam, ahol azt tanították, hogy a tréner egy eszköz, aki a háttérből magát nem előtérbe tolva, nem magával beszél, nem produkálja magát, egy eszközként szolgálja a csoport tanulását. És ezért én ezzel nagyon jól tudtam azonosulni, és nagyon nehéz, amikor mondjuk jól kell vállalni. De én ilyen ez volt mondom magamról. Iskolaktól nagyon jól rajzoltam, ezért elég evidens volt, hogy grafikusnak készültem, és nem logikus, hogy utána matek rajztanárként végeztem. De a matek rajztanári diplomam után mégis grafikusként kezdtem el dolgozni. És több mint 20 évig saját családi vállalkozásokban grafikusként dolgoztam, de a tanítás sem maradt el, hiszen civil szervezet tagjaként, civil trénerként több mint 10 évig tartottam tréningeket. Aztán a civil szervezetünk is eljött az az idő, amikor a forrásai jelentősen lecsapadtak, a pályázati pénzeket nagyon megnyírbálták, és mivel időközben grafikusként is ők lettek a megbízóim, és trénerként is nekik dolgoztam, így a bevételi forrásaim az ő forrásaik megcsapadásával nekem is megcsapadtak, és más bevételükben kellett néznem, így kezdődött a ennek a tárgykeresztől is.
Én pedig kamionsofőr vagyok még mindig, és a mi szakmának van egy jellegzetessége, az, hogy bármelyik pillanatban előfordulhat egy helyzet, egy probléma, amit azonnal meg kell oldani, lehetőleg jó. És ez a probléma megoldó rutin, ami kifejlődött, ez nagyon jó az élet minden területén, emellemben is jól lehet használni. Emlékszem egy sztorira, Kocsó Lacival találkoztam egyszer egy rendezvényen Bécsben, beszéltünk egy pár szót, és mondta, hogy éppen szervezi, hogy egy kamionnyi áru eljusson Ukrajnába. És akkor megértettem, ja, én mondtam neki, hogy én úgy tudom, hogy a pozsonyi központ nem szállít oda. És azt mondta, hogy hát a pozsonyi központ nem, de igen. És akkor megértettem valamit abból, hogy mi az ő sikerének a titka, hogy a megoldást keresik. Itt nem lehet megállítani azzal, hogy a pozsonyi központ nem szállít Ukrajnába. Hogyan találkoztam ezzel a lehetőséggel? Annak idején, mint grafikus vállalkozó, elmentem egy vállalkozók megszervezett üzletember találkozóra, ahol a lendő szponzorom is résztvevő volt, és ott egy ilyen üvegurnában résztvevők bedobhatták a névérkártyájukat. Azzal a céllal, hogy utána ezt a listát mindenki megkapja, hogy egyetlen egyszer küldhet erre a listára egy levelet a saját üzletével kapcsolatban. Én nem küldtem, viszont megkaptam a Juditét, ami nagyon jókor jött, nagyon tetszett az ajánlat, az hiszem éppen kereső fázisban volt. Én pedig akkoriban a szakmám csúcsán voltam, túlméretes, túlsúlyos rakományokkal szaladgáltam Európa szerte, amit rendkívül jól megfizetnek, meg volt a kedvenc kávém is, úgyhogy én nem akartam emelembe foglalkozni, azt sem nagyon tudtam, milyen színe lehet. Van egy angol mondás, hogy happy wife, happy life, ha a boldog a feleséged, boldog az életed. Ilyen gomarás, vagy gangrénás, vagy milyen? Nagyon rossz az íze, és aztán valóban jó volt az íze, és a frissítő hatása meg nagyon tetszett. És ahogy haladt az idő előre, elkapott a gépszi, és én ebből a tüzetből már semmiképpen, semmi áron nem akar még kimaradni. Ha szabad idéznem, imádott nagymamám, most ha látna, azt mondaná, hogy kisfiam, téged szavos madzaggal se lehet lekötni, mert azt is elvágnál csak Elnézést, vagy szabolok a végén egy kis kommentet, hogy jól várjuk. De milyen ön Zoli ráérzett az izére? Nagyon sokat játszott egy online játékkal, aminek az volt a neve, hogy Klánháború, nem tudom, hogy ismeri a mindegy, hogy milyen játék volt ez. Ő, ha valamire rácukban, akkor arra nagyon rácukban. Ilyen napon falvakat foglalt el, és seregeket vezérelt, és a csapatát irányítottam. De olyan szerint, hogy képes volt hajnali 4-re ébresztőt beállítani magának, mert egy támadás akkor kellett. És azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt az energiát és figyelmet, amit erre a játékra várok, valami hasznosabb dologra fordítanám, és sokat tanakodtam rajta, hogy mi lenne ez, és akkor még nem sejtettem, hogy a hálózatépítés lesz az, de nagyon jól alakult. Igen, ez a hálózatépítés is egy stratégia, játék, különböző pontokat foglalunk el, értékünk be embereket, és itt is kártyájuk, és másképp hívják. Az elmúlt időből hoztunk nektek néhány sztorit, de az idő csak arra elég, hogy itt slágvoltok van. Emlékszem arra a szentpölteni kávéház tulajdonosra, aki előtte öntötte ki a kávénkat a mosogatóba, hogy ő még ilyen pocsink kávét életében nem ivott. És én mindig elkezdek nevetni ilyenkor, mert eszembe jut az a jelenet az üvegtigrisből, amikor Lali le akarja kaparni a kaparmosós egyet, amit aztán a rendőr megvesz tőle lekaparja, és benne van az 1 millió forintos nyeremény. Lali meg nem kap szikrát, hogy itt fogta a kezébe. Hát ez a kávéhez tulajdonos, és itt fogta a kezébe azt a kávét, amivel érdemes foglalkozni, mert nem tudta el, hogy jól. Ahogy a szponzorunk is, az ő szponzorai is fölfele a felső vonalunk is online építi a hálózatot, mi is első lépésként jelölt kereső oldalakat kezdtünk el készíteni az interneten, és hirdetéseket adtunk fel, hogy ezekre az oldalakra érdeklődőket tereljük. És egyszer egy
olyan történet volt, hogy valaki elaló tehenet keresett a kívülben. És valamilyen akkor úgy gondolta, hogy a mi hirdetésünk az releváns. És akkor megmutatta neki. És nagyon jól elbeszélhettünk, Eger környékén élnek egy tanyán, valóban állatokkal foglalkoznak, de szerencsére érdekelt egyébként az Adelmás kávé is. Aztán volt olyan életődőnk, az néhány nappal ezelőtt, aki a pluszmobil.hu oldalunkon azt az üzenetet hagyta nekünk, hogy nagyon érdekelne ez a lehetőség, ahol munkanélkül lehet pénzt keresni. És akkor Zobi visszaért neki, hogy hát nem tudunk, szóljon, ha talál. De olyat igen, olyan üzletet tudunk mutatni, ahol a befektetett munkálkosásra megfizetik. Az is jó kis sztori volt, szentbörtöni patikus, félretolt az asztalon a cordyceps-et, hogy nem hitte el, hogy ez hernyogomba. Tudja, hogy a vadon termő az anyagba kerül a saját súlya aranyban, és ez csak valami gagyi lehet, ez ennyire olcsó. Ugyanúgy a GL kapszulát is félretolta, mert micéliumból nem lehet csinálni bort. Ő rá igaz az, hogy kimérjenek meg a tényektől, mert megvannak a magam jóra vált előítéletei. Aztán mesélhetném azt a történetet, amikor a kozmetikusomnak mutattam meg a kávét, illetve meséltem róla, hogy mi az a kanadában, milyen kávét iszunk, és ő azonnal elkezdett érdeklődni ez irány, mint kiderült a szüleire gondolt, akik betegek, főleg az édesapja, akinek hajlatlanabb volt, és azért hoztam neki egy kóstolót többet a kávéból, hogy megkóstolhassák a szülei is, és aztán két-három évig nem keresett, és rátelefonáltam, hogy mi a helyzet, jaj, de jó, hogy hívom, szeretnének a szülei beszélt velem. Megjelent egy hűp a ház előtt, a papa kipattant belőle, és azt mondta, ez a kávé nekem jó. És azóta vissza, és rögtön rendeltek 360 szemes ilyen meg elvégabszulát is, és a papának nem jön tovább az egynagonakat. Üzletépítők nem lettek, de nagyon jó fogyasztók és nagyon elégedettek. De volt olyan történet is, hogy Tirol volt, valaki beregisztrált az oldalunkon, az osztrákon, és hiába írtunk e-mailt, hiába próbáltuk telefonon hívni, sehogy nem reagált. Hát jó, erre a következő héten újra beregisztrált, és aztán megint beregisztrált, és azóta sem tartunk el a kapcsolatot. Az is jó volt, amikor Ausztráliában nyaraltunk a télen, és az osztrák oldalunkra beregisztrált egy hölgy, mindjárt 1000 pontot rendelve, úgyhogy nem is beszéltünk előtte soha. Én ilyenkor imádom igazán az online módszer. Vagy az is egy online történet, hogy írtam egy blogbejegyzést Angelina Jolie melléről, amit leoperáltatott, és ezt megosztottam a Facebookon, és végül is ennek a hatására csatlakozott hozzá Giulia, aki az olasz vonalunkat elindította. Egyszer egy nyugdíjas házi orvos írt nekem egy dörgedelmes levelet, hogy én becsaptam. Mert nem mondtam, hogy én kapszulát is szedek, és attól lett a vérnyomásom újra normális. És ő összesen 5 percet töltött meg az internetben, így nem tudta megnézni se a Jane videókat, se a többi egészségben kompetens embernek a videóját, mert ugye én nem vagyok kompetens, mint ami a sofőr egészségügyi kérdésekben. Ő pedig a tele hűtőszekrény előtt éhehaló ember tipikus esete, az ajtót ugye nem nyitja ki. A kamionsofőr, nem tudom, hogy tudtátok, egy nagyon plegykás népség. Mivel hosszú unalmasokat tesznek meg, ezért közben hívják egymást telefonon és sokat beszélgetnek, úgyhogy Zoli és a kollégáim sokat ajánlotta a termékeket. És nálunk is előfordult egy ilyen sztori, hogy az egyik kollégának az édesapjának rendeltek kamodermát, szintén laborantós beteg volt, és nagyon lefogyott, mivel mindennek homokíze volt, azt mondta, tehát elment az étvágya a kezelésektől, és csak üldögélt a szobájában. A ganoderma hatására visszajött az étvágya, hízott sok kilót, és felásta a kertet. Aztán mondhatnék egy olyan történet, hogy az egyik orosz munkatársunk koroszlónapján, illetve oroszul beszélő munkatársunk koroszlónapján, egy szibériai börtönből egy elítélt érdeklődött. Én nem lenne kap, de azt lesz érdekes. Nem biztos, hogy bánjuk. És volt már érdeklődünk szibériai Máltából, és egy
Kanadából, Izraelből, Tunéziából. Igen, de nagyon sok országból érdeklődtek már, és ez nagyon jók a idegennyelvű tanárok. Volt egy érdeklődő, aki azt mondta, hogy neki nincs kidobni való 5000 forintja. Úgyhogy szeretném a figyelmeteket felhívni, különösen azoknak, akik előjönnek, hogy azt az 5000 forintot, azt súlyan elkocsépoltátok. Úgy döntöttem, hogy jövő visszacsinálni, már nem tudom, kénytelen leszek sikerre vinni. A mi útunk is tanulságokkal teli, nagyon sok olyan munkatárs áll meg, vagy szinte el sem indul, akire nagyon nagy reményekkel tekintettünk, máskor viszont olyanok, akiknek egy lyukas garast nem adtunk volna azért, hogy elindulnak, nagyon sikeresek lesznek. Az akarat csodákra képes, nagyon fontos az, hogy valaki akarja csinálni, és én azt gondolom, hogy a jó szponzor hasonló a jó edzőhöz, aki olyan edzésterület ír a sportolójának, és azt mondja neki, amivel az nyerni tud. Egy jó szponzor is azt mondja a szponzorátjának, amivel ő sikeres lehet, és nem biztos, hogy azt mondja neki, amit az hallani szeretne. De ez elengedhetetlen, hogy a szponzor és a szponzorát beszélő viszonyban napi kapcsolatban legyen egymással. Én fiatalabb koromban sportoltam, diszkuszvető voltam, és gyűlöltük az edzőnket, amikor az edzésen meghajtott, de amikor az érmet a nyakunkba akasztották, minden megfogosságban. Van bécsi postás, olasz szívsebész, magyar rokkanyugdíjas, iskolaigazgató, diák, tanár, nagyon sokféle ember. Összesen 8 országból vannak jelenleg csapattársaink, és van, aki követi ezt az online vonalat, aki pedig offline építi az üzletet, azt mindenkire rábízunk, nem erőltetjük, hogy feltétlenül mindenkinek online kéne, de vannak nagyon ügyes csapattársaink, például név szerint Zifrelné Erzsike, aki egy kiskeleti falucskából olyan forgalmat produkál az oldalán, a próbhirdetésekkel, hogy havi 6-10 ezer látogatója van a honlapjának. Köszönöm, mostanában a Gémánt szintünk erőestén csatlakoztak hozzánk olyan munkatársak, akik nagyon szorgalmasak, nagyon ügyesek, nagy reményeket fűzünk hozzájuk is, és ha kellő kitartásuk van, akkor sikeresek lesznek ők is. Mindannyian tudjátok, hogy a marketingben milyen fontos a pozícionálás. A medve, a farkas, a lóka és a nyuszika beleesnek egy medve. Nem tudnak kimászni, és kezdenek éhesek lenni. És akkor arról kezdenek beszélni, hogy meg kellene enni a leggyengébbet. Erre megszólul a nyuszika, ha csak egy ujjal is hozzányúltok a macihoz, velem ügyünkre vagyok. Amíg nem voltunk gyémántok, úgy kellett magunkat pozícionálni, hogy mi képesek vagyunk rá. Most, hogy gyémántok lettünk, azt hiszem nyugodtan lettünk macik is. Egy kicsit már hasonlít. A másolódás nagyon fontos az MLM-ben. És amikor elkészítettük azt a videót, aminek itt a múlják úgyán látjátok, akkor a szponzorunk Gyuri Gyémánt videója inspirált minket. És az a nem titkolt szándékunk volt, hogy hát ha hozzánk is nagyobb bizalommal fordulnak azok, akik eddig csak nézték az interneten, hogy na vajon hogy alakul. És amikor feltettük a videót, valóban sokan gratuláltak is a gyémánt szinthez. És volt egy ismerősöm, aki azt írta, hogy nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent, de azt gyanítom, hogy sok munka és kitartás kellett hozzá, gratulálok. És igen, beszéltük róla korábban, ez így a musikás vicchez kapcsolódik, hogy addig blöffölni kell egy kicsit, amikor az ember elkezdi, amikor még nincs csak 2 embere vagy 10 embere, hogy ő van olyan jó vezető, hogy igenis meg tudja tanítani a hozzácsatlakozóknak azt, amire szükségük van, ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Most már talán túl vagyunk az első rögös útvonal részen, mert megkaptuk ezt a bizonyítékot, hogy valamit már levettünk a még szemben az asztalra. Azoknak, akik még ezelőtt a szint előtt állnak, azt a fejvadást szeretném idézni, aki azt mondta, hogy ha nem tudod megfizetni a vérprofit, fizetd meg a lelkes kezdőt, és lehozza neked a csillagokat is az égről. Azt gondolom, hogy a lelkesedés, a motiváció óriási kincs, és ez nagyon fontos, hogy tápláljátok magatokban és a munkatársaitokban. Ehhez pedig első lépésben, amikor még nem vagy gyémánt, el kell hinni, hogy gyémánt lehetsz. Tehát el kell adni saját magadnak az üzletet,
azt még szerettem volna elmesélni, hogy nekem ez a pillanat mikor jött el. Spekúzsi képzésén voltunk Pesten, és a Mátrai Szilárd volt az előadó, és egy nagyon jó előadást tartott a nemzetközi üzletről. És bennem ott akkor kristályosodott ki, hogy igen, ez egy nagyon nagy üzlet, és egy valódi lehetőség, és meg tudjuk csinálni. És köszönjük szépen! Köszönjük mindenkinek, aki a államai dolgozva segített a Mianának.